a lábamnak esetleg. Molnár F. Árpád vagyok, a Hír Arena Online főszerkesztője. Van. Nem HH számot tudok mondani például. Ez a mai tárgyalás megtartásának elméletileg nem akadálya, mert ha egy
terve a cselekménynél. Egy dolgot viszont még most gyorsan elintéznék. Van valaki egy dolg? Az ügyész, gondolom az ügyész, ugye? Vagy ha eljutunk oda, akkor ez... Csak tudni szeretném, hogy a nevét. Mindenkinek meg fogja tudni a nevét, hogy szeretném eljutni az egyik. Jó, akkor igen, akkor mondom a lényeget. Ezt mindenféleképpen át kell legyen. A következő tárgyaláson bebizonyítom, hogy körülbelül 3 hetes nemzetellenes cselekményeket követtek el, behozok egy levelet, behozok egy hangfelvételt, ami bizonyítja, hogy a központi nyomozó főügyészség milyen 3 hetes nemzetellenes bűncselekményeket követett el, hogyan hamisítad ügyintéző iroda vezetőibe, bíró nevét, ügyészetet. Nem tudok fogjálasan viszont, hogy én beleszeket elutasítani. Egyeztetem, hogy ugyanaz szerepel a két hónapja, és ha ugyanaz szerepel, akkor természetesen át fogom venni a leírásomat, de az egyeztetet meg kell. És hogy? Nehogy. Az legyen, hogy hazudok és kóros elmenetek vagyok. Sándor, egy kicsit várjon, hogy nem tudok kóros. Jó. Csak mert ott van az ügyiratszám, mert hogy ezeket átadtad. Ugye egész? Önnek benne van, ez hozzáadott bizonyítékok, akiknek a bíróknak legyőnnel visszajöttek, ugye hamis elfogultsági kérelmek, előzetes letartóztatás, hosszabbítás, meghamisítása, szabadulásoknak a meghamisítása, a tervot cselekményből. Sem tudok szeretnél a saját megjelenéssel? Ezt fogod teszik. Mert ezt be kell nyerni, ezt nem mondom először. Ezt nem küldhetik fel a legfelső bíróságra. Még itt kell olvasnom a felvennet ahhoz, hogy el tudjam. Embereket ítéltek el aljasan. Mennyit? Az én nagyoknak köszönhetően mutattam meg a rovagyilkosságokat, és akkor még aljas módon engem vádolnak. Van maguknak bőr a pofájukon? Terrorcselekménnyel, aki megmutatta a rovagyilkosokat? És be tudom bizonyítani is. Nyugodj már, hagyom szövénydok uram. Nem vagyok híve annak, hogy a vádlottak kivezetesen a tárgyalással különböző elmondatokat, de ebben fogom menni, hogy nem képes Tényleg én is most elmondanak, hogy ilyen most a végezet kivezető. Igenis igazat mondtam, minden.
művészek nevével élnek vissza, hangsítják a bírók nevét. Tehát az elfogultsági kifogás mindok kizárása iránti kérdelemként kitartva a másik bíró el fogja bírálni. Mivel lehetményezte, hogy miért nem járnak egy bírónak, megmutatom arról, hogy a 2015 július 1-én materialitás új intézményi törvény az bűnökrendszert jelentősen leszűkített, és a bizonyos bűncselekmények miatt járnak egy bűnökök, és utána csak még nem tartoznak a bűnökök ezek közé. Tehát a bíróság egyes bírája fog eljönni, nem lesznek bűnökök ebben az eljárásban, a szabályok szerint. A tárgyalást most nem fogjuk tudni megtartani, ki fogunk jelölni, és ami kirendelők esetleg pedig arra ki fog jelölni az önrészvédelmi nővédőt. Nem kell fogadni, ki kérdez. Ennek a személyéről tájékoztatást fog kapni. Természetesen, hogyha a védőt hatalmaz meg, akkor a kirendelés hatályát fogja veszteni. Amíg nem tudunk ki a meghatalmazásról, addig mi a kirendelt védőt fogjuk az önvédőjének tekinteni. Abban az esetben ha újabb kizárási rendi kérdelemmel él, annak a lakosságát meg fogjuk természetesen vizsgálni. Van erre lehetőség, az új kirendelt védővel szemben is, de annak a lakosnak kell lennie. Világosan ezek a szabályok. Jó, a kirendelt védő személyéről, amit mi meg tudjuk tájékoztatást fogunk küldeni, felvetettük el a kapcsolatot, most kitűzzük az új tárgyalást. Egy pillanat, még szeretnék elmondani valamit. Ez fontos, és vegyük jegyzőkönyvet. Tehát mindenféleképpen a következő tárgyalásra kérem megidézni kis Árpád nyomozót, aki évekkel ezelőtt a 20. kerületi rendőrfőkapitányságon dolgozott, legutolsó munkahelye volt Soroksár, azóta elkerült a nemzeti nyomozói irodához. Ő egy olyan személy, aki megkapott egy olyan levelet, amelyet lefoglalt a nemzeti nyomozó iroda, ez egy robbant társas levél a terror cselekményről, amelynek benne kellene lenni az anyaga. Mégis vissza hozzánk került azért, mert annak tartalma lemutatta volna a központi nyomozó főügyészséget, több bíró ügyész, hogy államellenes, nemzetellenes utat bűncselekményeket követnek el. Legyen itt, hozok egy felvételt, hozom a levet. Bebizonyítom, hogy igenis államellenes nemzetellenes bűncselekményeket követ el a központi nyomozó főügyészség. A tartalma miatt lehet visszacsempészve hozzám, mert a központi nyomozó főügyészség vezetett rám 2008-ban egy nem létező terror cselekményt. Ugyanis írtam két levelet, egyiket leadtam kis Árpádnak a portán, neveket ráírtam, tudta hollandok, a másik levelet leadtam a TV2-nek. Mind a kettőnek az anyagomban kellene lenni. A finalkatási jegyzőkönyvben benne van, hogy igenis leadtam ott egy levelet. Tetszik érteni? Csak a tartalma az olyan, hogy nem szerettem volna, hogy a központi nyomozó ügyészség, hogy ez kiderüljön. Ez 2008-ban. Tehát legyen így, mert amennyiben ő takarja a az ennél jobban azért nem menjünk bele, mert most nem tudunk tárgyalást tartani. Én nem is tudtam ennél figyelmeztetni, és ezért ezt, amit most mond, nem tudom figyelembe venni bizonyítékként. Jó, én akkor is a következő tárgyaláson bizonyítani fogom. Tegye már meg, hogy még itt hallgat, én is még itt hallgatom. Jó, tehát a következő tárgyaláson ezt elmondhatja, a következő tárgyaláson a pár bizonyítékait veszük sorba, hogy az egyetemeket fogjuk meghallgatni. Természetesen, illetve bennünk felmerült, még ügyészkédítve nélkül is, hogy az ügyben szakértői véleményt készített elme szakértő, pszichiáterő szakértő, esetleg pszichológus szakértő is megidézik a tárgyalásra. Utána jön ön, és megteheti a bizonyítási indítványait. Megkérem, hogy a következő tárgyalás kezdetén így gondolkozzon, azon, hogy szeretnének a lányát a tanulmányt meghallgatni, de több függetlenül persze, a tanulmányt 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 a lányának joga van, mert akkor nem hallgatja de meg fogom idézni, pont az ellen a bírónöket, akit feljelentettem, és ő sem jelentett vissza fel hamisvárta. Aki miatt most itt vagyok. Jó, tehát akkor pont ebben az esetben, ha ezt szeretnék, akkor a következő tárgyalásig ezt jelentse be, és akkor nyilván tudom a hatóságként nem lehet jelenti, akit nem meg fogom jelenteni, mert az ő tárgyalásán itt ér a hozatalnál is bűncselekményt követett el, amiért feljelentettem. Milyen érdekes? Be van nyelva.
Miért? Csak, tehát bíró, ügyész, nem? Hát azt mondja, tehát olyan felvétel... Most a tekintettel arra, hogy a tárgyalás megtartásnak ebben a pillanatban akadálya van, ezt a tárgyalást most elhagyjuk. Ezt megelőzően, ha nem tudom belemenni az érzelmi tárgyalást, amiben ezt két terve tartozom, ahol ez most is a szerepel, Dr. Macóval ilyen vagyok, a jegyzőkönyvet pedig Erős Bajdi Ildikó vezeti az ügyész oldalán, rajta ezt a jegyzőkönyvet, ott most Dródi Béla. Mi már találkoztunk. Igen, és képzelj. Jó. Képzelj, van egy két hangfelvétel. Most már minden tud, amire kíváncsi volt az eljárás szereplőiről, már csak egy dolgot nem tudunk, hogy mikor folytatjuk ezt az eljárást. És olyan ügyész, aki feljelentette. Aki több mint egy éve itt ül, könyörgöm. Gobi Kruber. Csak, hogy miért...
hogy milyen bűncselekményeket adófizető pénzéből nem létező tárgyalásokat csinálnak a másik. Benne van, nincs is semmi kifogásom az ellen, hogy ezt az most elmondod, a Facebook kívánossága elé tárja, de nem az internet. És a szemekkel szerintem is egy ember vizsgál. Hallottam, amit mondtam? Állj már le! Mert most szóval idézem, nem fogom írásban küldeni, tehát ha most nem figyel, akkor nem tudja, mikor lesz a következő tárgyalás. Október 5-én pénteken 9 órakor fogunk találkozni. A főcím 38-as tárgyalótervet mondom, de elképzelhető, hogy a tárgyalóteremben változás lesz előre szóló. Ebben az esetben tájékoztatást fogunk küldeni, illetve itt a tárgyalóterem majd egyébként is lesz rakva, hogy a másik tárgyalóteremben tartunk. Október 5-én pénteken 9 órára önt hosszúban megidézem. Azokkal a jó következményekkel, amit korábban az intézése rajta voltak, továbbá is ír az a lehetőség, hogyha úgy dönt, hogy nem kíván a tárgyaláson részt venni, akkor ahogy az intézések között, azok a feltételekkel jelenik jogára, hogy nem mondta, így érzékel értesítünk, végül kirendelünk, és mindenben szólítjuk a tanulás üveles közülük az új határnapot, továbbá az ember egyáltalán a szakértő szakértő a tárgyalással idézzük. Elmebeteg vagy a ügyész? A tárgyalási jegyzőkönyvet azt csináltatok belőle, nem tudjuk megnevezni, figyelembe a hallomáson a szemetet. Hallottál, hogy az van? Persze, hogy megölök, hiszen négy olyan bűncselekményét ítéltek el arra, amit meg sem csináltam rá. Azt mondtam, hogy a tárgyalási jegyzőkönyvet nem akartam létesítani. Kívánom, az osztályhoz tartozik. Mert álló ellenes nem...